Az influenza vírus tüneteit ismerteti dr. Balsi Attila. A fejfájással, rossz közérzettel, fulladásos köhögéssel és lázzal járó betegség jellemzően az év első hónapjaiban jelenik meg. A változékony időjárás és az alacsony hőmérséklet miatt jelentősen megnőtt a betegek száma az elmúlt hetekben, azonban csak néhány paciensnél jelentkeztek influenza-szerű panaszok, mondta a háziorvos. Az idei úgy tudom, hogy a fiatal felnőtteket meg a nagyon időseket bántja. Hát én fiatal felnőttet találkoztam, az éjjel találkoztam egy időssel. Többel egyelőre nem. Tehát én nem örülök neki, de az influenza vírus remélem bajára keveset jön le, de az egy-két hét még ez teljesen kialakul. Az influenza általában gyors lefolyású. A tünetek akár 5-7 napon belül is elmúlhatnak. Egy meglévő betegség esetén azonban a panaszok fokozódhatnak, súlyos esetben pedig akár tüdőgyulladást is eredményezhet a fertőzés. Influenza ellen nem létezik konkrét gyógyszer, a háziorvos által felírt készítmények a tünetek enyhítésére szolgálnak. A betegséget megelőzni az időben beadott védőoltással lehet, azonban tudni kell, hogy a vakcina sem nyújt 100%-os védelmet, tette hozzá dr. Balsi Attila. Az nem úgy van, mint egy pajzs, hogy akkor nem kapom meg a vírust, hanem az van, hogy nem betegszem meg annyira. Tehát attól még az előzőleg elmondott panaszok előjöhetnek, csak az illető nem fog belehalni, vagy nem lesz neki maradandó károsodása. Tehát egy 7-napos, 10-napos megfázásos tüneten azért áteshet, amikor hát jó lenne háziorvost azért megkeresni. Az ANTS tájékoztatása szerint az influenzás tüneteket észlelő betegek száma meghaladta a járvány küszöböt. Az elmúlt napokban az ország több egészségügyi intézményében, köztük a Bajai Szent Rokus kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el. Az influenza figyelőszolgálat jelentése alapján Pest és Győr-Moson-Sopron megyében fordultak orvoshoz a legtöbben, Bács-Kiskun megyében pedig egy hét alatt szinte megduplázódott a páciensek száma.